Mit éreztek, mikor gázpalackot vagy valami veszélyes anyagot kell kihozni? Hogyan küzditek le a szorongásatokat? Hát az első pár pillanatban ottan nincs mit értékelni. Tehát ottan az van, hogy megfogom, kihozom, megcsinálom. Utána majd, mikor beértünk, akkor megbeszéljük, akkor a feszültség nagyjából oldódnak, de ott kint erre lehetőség per pillanat nincsen. A jelenlévő másodpercetben kell dönteni, illetve a feladatot megoldani. Máté János főtörzsőrmester elmondta, hogy a bevetéseknél egészen addig, míg ki nem érnek a helyszínre, nem tudják, mi vár rájuk. A sokkal borzalmasabb számomra, meg szerintem a kollégáim számára is, hogy például egy családi ház tűzben éjszaka, ugyebár leáramtalanítunk, nagy füst van, semmit nem tudunk, hogy hol van. Van-e bent személy, van-e bent gázpalack, van-e bent akármi veszélyes anyag. És hát volt már rá példa, hogy mentünk, csak a nagy forróságot éreztük, még a tüzet se láttuk. És a zseblámpám az csak úgy láttam, hogyha szembefordítottam saját magammal. Amikor tudjátok, hogy ember élet van veszélyben? Hát akkor megpróbálunk a lehető leggyorsabbak lenni, és hát szinte másodpercek alatt döntünk. Hát eddig szerencsére jól döntöttünk. Ezek az emberek minden akció alkalmával életüket kockáztatják. Próbáljuk meg megelőzni a katasztrófákat, hogy minél kevesebb alkalommal legyen szükség a beavatkozásra. Figyeljünk oda a mindennapok során arra, amit csinálunk. Ne hagyjuk a villanytűzhelyen ott az ételt. Kapcsoljuk ki az elektromos berendezéseket, ha elhagyjuk a lakást. Ha netalántán gyertyát gyújtunk, úgy ne hagyjuk el a lakást, hogy azt előtte el nem oltottuk. Ezek mind apró dolgok. Cigarettázók vonatkozásában a csikket a hamutartóba, nem éghető anyagba nyomjuk el, győződjünk meg arról, hogy valóban elaludt-e. Ezek nagyon apró kis dolgok, de nagyon oda kell figyelni, mert kis problémákból keletkeznek mindig a nagyobb események.